A magyar nyelvben a virágvasárnappal kezdődő hetet nagy hétnek nevezzük. Maga a nagy szó tulajdonképpen azt akarja jelenteni, hogy egy nagyon különleges hét következik. Abban az ünnepkörben, amit nagybőjti húsvéti ünnepkörnek nevezünk. És ennek a nagy hétnek a kezdete virágvasárnap, nagybőjtnek az ötödik vasárnapját követő vasárnap, rendkívül sok értékes és érdekes információt tartogat, akár valaki hívő keresztény, akár csak érdeklődő, akár azért figyeli a virágvasárnapnak a történését, mert valóban szeretne benne elmélyedni, akár csak egy kulturális eseményként tekint, tulajdonképpen olyan tanítást hordoz magában, amelyet szívesen ajánlok minden nézőnek a figyelmébe. A magyar szóösszetételben, hogy virágvasárnap, arra akarunk utalni, hogy amikor Jézus bevonul a jeruzsálemi küldetését teljesíteni, vagyis készül a kereszthalálra, azt megelőzően az utolsó vacsorára, és természetesen a húsvéti feltámadásra, akkor a nép újongva köszönti, és pálmaágakat szórnak elé, vagyis tulajdonképpen egy királynak kiáró tisztelettel fogadják őt, hogy aztán néhány nap elteltével nagypénteken arról halljunk, hogy keresztre vele, ezt kiabálják, feszítsd meg őt, vagyis az a nép, aki virágvasárnap újongva ott áll a bevonuló Jézus mellett, ugyanez a nép, ennek egy másik része, vagy talán jó részt ugyanazok az emberek is, már egészen másként fordulnak Jézus felé. Ennek a virágvasárnapnak ezt a tanítását azt gondolom, hogy mindenki, aki egy kicsit is már élt ebben a világban, néhány esztendőt, egy-két évtizedet, el tudja mondani, hogy talán már saját magával is történt ilyen helyzet. Előfordul, hogy esetleg az ember találkozik valakivel, akivel elkezd barátkozni, és akkor egyszer csak rádöbben arra, hogy ez a barát, ez mégsem barát. Becsapott engem, hűtlen lett, elhagyott, kibeszél a hátam mögött, és így tovább. Aztán találkozunk olyannal is, hogy valakit a tömeg körbeugrál. Talán van a kedves nézők között is olyan, aki sportsikert ért el, és akkor nagyon sokan oda mentek hozzá és gratuláltak, hogy aztán majd, amikor esetleg egy-két esztendővel később már nem az első helyeken végez, akkor odébb álljanak, és már ne tekintsenek fel rá. És aztán folytathatnánk tovább a sort, hogy bizony az életnek számos területén, legyen az egy munkahely, legyen az egy iskola, legyen az maga az egyetem, sokszor megtapasztaljuk azt, hogy valakinek van egy népszerűsége, sokan örvendeznek, sokan örülnek neki, és amikor ez a népszerűség megfogyott, vagy amikor már nem fűződik hozzá érdek, akkor egyszer csak az emberek elhagyják őt. És Jézus ezzel a bevonulással, és azzal, hogy ott a tömeg ünnepli őt, és aztán később pedig, amikor ez a tömeg azt kiabálja, hogy keresztre vele és feszíts meg őt, Jézus tulajdonképpen meg akarja mutatni, hogy az emberi élet önmagában ilyen. Vannak benne pozitívumok, van benne olyan találkozás, amikor örülünk annak, hogy egy másik ember a mi barátunk lett, és aztán vannak szürkeségek, vannak feketeségek, vannak olyan események, amelyek nagypénteken történnek Jézussal, és amit mi is átélünk az életünkben, az árulást, a hűtlenséget, a megtagadást, a barátságtalanságot, és azt, hogy a jót olykor mások rosszal viszonozzák. Mondhatnánk azt, hogy nincs ebben semmi különös, ilyen az ember. Ugyanakkor azonban azt kellene leginkább megfogalmaznunk, hogy mit tegyünk, hogy ne csak ilyen legyen az ember. Hiszen minden embernek van egyfajta küldetéstudata. És ezt a küldetéstudatot megéljük úgy, hogy például választunk egy tanulmányt, választunk egy munkahelyet, egy hivatást, abban szeretnénk nagyon jók lenni, vagy éppenséggel megéljük ott, hogy megtaláljuk életünk párját, gyermekeink lesznek, családban élünk,
és minden ember vágyik arra a titokzatos boldogságra, amelyet a másik embertől kap. Éppen ezért a Jézusnak virágvasárnap történő bevonulása, összehasonlítva a későbbi elárulással, megtagadással, hűtlenségekkel, arra akar bennünket bíztatni, hogy fogadjuk el az élettől azokat a jó pillanatokat, amikkel a Teremtő Isten megajándékoz bennünket, és amikor pedig valami rossz történik velünk, akkor tekintsünk az égre, és kérjük azt, hogy ahogy a nagypénteket követte a húsvét vasárnap, úgy a mi életünkben is egy-egy szomorú pillanat után legyenek újra barátaink, legyenek újra olyanok, akikkel jól érezzük magunkat, és ez a jeruzsálemi bevonulás virágvasárnap, ez bennünket is nagy hét elején töltsön el valódi, igazi örömmel, szeressük az életet és tiszteljük azt, és különösképpen azokat, akikkel egy közösségben éljük, akár egyetemünkön, akár az ország különböző pontjain, akár egy-egy családban, akár egy-egy munkahelyen, azt az életet, amelyre meghívott bennünket a Teremtő.